köszöntöm nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának augusztus 28-ai adását látják. Kortye Vilmos vagyok. A Vecsési Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy a kedvezményes faültetési akció erre az évre lezárult, mivel a lakosság által igényelhető limitált darabszámú díszfákra a meghirdetett határidő előtt meglett a kellő számú jelentkező. A részletekről a mai adásunkban a Környezetvédelmi Bizottság elnökét kérdeztük. Augusztus 31-e és szeptember 8-a között munkanapokon reggel 8 és délután 6 óra között ismét tüdőszűrés lesz Vecsésen. A tüdőszűrés helyszíne Vecsés Dózsa György út 50, az alapellátási központ. A szűrés modern, korszerű géppel történik. Részletes tájékoztatás a város hivatalos honlapján a vecses.hu oldalon olvasható. Szeptember 1-én megkezdődik a 2020-2021-es tanév. A Grassalkovics Antal német nemzetiség és két tannyelvű általános iskolában felkészültek a gyerekek fogadására. Szeptember 1-én 8 órakor tartjuk a hagyományos tanévnyitónkat, egy kicsit rendhagyó formában, hiszen próbáljuk a vírus helyzetnek megfelelően ezeket a régi hagyományokat átszervezni. A mai nap fog felkerülni az iskola honlapjára, hogy hogy is tervezzük, mi lesz a tanévnyitónak a menete. Egyelőre azt gondoljuk, hogy a kicsi elsőseinket a nagy udvaron fogjuk várni a szülők kíséretében. Nekik ott tartunk egy úgynevezett hagyományosnak mondható tanévnyitó ünnepséget, a többi osztályunk pedig saját osztályukban, az osztályfőnök kíséretében tartják a tanévnyitójukat. Tankönyvosztás mikor lesz? Már augusztus közepén megérkeztek a tankönyvek, jellemzően első tanítási napon adjuk át a gyermekeknek a tankönyveket, amiket tulajdonképpen az iskola könyvtárából kölcsönöznek. Milyen speciális előkészületek előzték meg a gyerekek fogadását? Hát az idei évben nagyon komolyan elő kell készülnünk, mind a takarítás, mind pedig a fertőtlenítés tekintetében. Ezek a tanév végeztével folyamatosan történtek, tehát a tanév zárását követően egy ozonos fertőtlenítés történt meg iskolánkban, illetve a hagyományos nagy takarítást kiegészíti a vírusölő szerekkel való felületkezelés, és ezt végzik jelen pillanatban takarítóink. A gyerekekre, amikor megkezdődik majd az iskola, milyen speciális szabályok vonatkoznak majd? Kell esetleg hordaniuk maszkot, van-e kézfertőtlenítő? A kézfertőtlenítőket már márciusban elhelyeztük az iskola több bejáratánál, ezt mai nap is alkalmazzuk és használják a kollégák, illetve mindenki, aki bejön az iskola épületében. Most fogjuk pontosan az EMMI által kiadott utasításnak megfelelően átdolgozni és megszervezni a mindennapi életet. Figyelnünk kell arra, hogy az ebédlőben azért megtartsanak a gyerekek bizonyos távolságot egymást között, illetve megpróbáljuk minél többet a szabad levegőn tartani a szüneteket, illetve a testnevelés órákat. Első körben most azt gondoltuk, hogy ha szükség van arra, mert rossz idő van, és az iskola épületében lesznek a gyerekek szünetekben, akkor ott a felsősöknél szeretnénk kérni a maszkviselést. Viszont ha már megemlítette az étkezőt, megújult a nyár folyamán, természetesen szemmel látható az étkező változása, de mi mindenben változott gyakorlatilag? Teljes egészében megújult az étkezőnk, tehát most már egyszerre nem csak 70-80 gyerek tud étkezni, hanem durván egy 150 tanulónk tudja a szünetben elfogyasztani az ebédet. Színeiben is teljesen megújult, átszerveztük a tereket, például a büfé, az iskola büfé bekerült az aula terébe, ami sokkal könnyebben, jobban megközelíthető, a rendezvények során is sokkal célszerűbben használható. Így első látásra a kollégáknak is nagyon tetszik. Reméljük, hogy ha használatba veszik a konyhásnénik, akkor ők is hasonló tapasztalattal fognak felénk jelzést tenni. Pont paradoxon, ugye, hogy most, hogy több gyermek látogathatná az étkezőt, pont most kell a COVID előírásoknak megfelelni. Hány ütemben tudják majd étkeztetni a gyerekeket? Előzetes felméréseink szerint 3 ütemben meg tudjuk oldani, még úgy is, hogyha asztalokat hagyunk ki, és akkor így azért egy picit szellősebben, de mégis időben el tudják fogyasztani az ebédet a gyermekek.
a tanári karban történt a változás a tavalyi évhez képest? Most már tapasztalat, én azt gondolom, hogy országszerte, hogy nyáron keresik a megújulást, esetleg a kollégák, és váltanak intézményeket, iskolákat. Ebben a tanévben két kollégánk is nyugdíjba vonult, úgyhogy tőlük fájó szívvel veszünk búcsút, viszont van, aki Gyesről visszatért hozzánk, illetve új tanerő is jött, mind az informatika szakot be tudtuk tölteni, illetve német történelem szakos kis kezdő kolléganő is érkezett hozzánk, tanítónő is, tehát én azt gondolom, hogy biztosan el tudjuk kezdeni a tanévet. Természetesen jó lenne, ha még több kollega választotta volna iskolánkat, vagy egyáltalán jelentkezett volna, és ebben tudtuk volna egy picit a már itt állományban lévő pedagógusok óraszámát csökkenteni. Készülnek úgymond azért a B-verzióra, tehát hogyha netán váratlanul át kell állni az online oktatásra? Természetesen. Hát így a nyári szünetben megújítottuk a számítógép parkunkat, tehát az informatika terembet, csupa új gépet vásároltunk, és az onnan kikerült gépeket próbáljuk olyan állapotba hozni, hogy esetleg a rászoruló tanulóknak oda tudjuk adni, hogyha át kell állnunk a digitális, illetve online oktatásra. De térjünk azért vissza az elsősökre, hány első osztály indul? 3 első osztályt indítunk, ebben a tanévben nem lesznek nagy létszámúak, ilyen 22-23 fős osztályok lesznek, tehát én azt gondolom, hogy ideális a tantermi elhelyezés, illetve az oktatás szempontjából is, és már nagyon várjuk őket, és reméljük, hogy ők is az iskolát. Ebben az évben számos rendhagyó intézkedést igényel az iskolakezdés. A COVID-19 miatt az iskoláknak minden helyzetre fel kell készülniük. A részletekről a Vecsési Andrássy Gyula általános iskola igazgatóját kérdeztük. Hát ami ugyanúgy indul, mint minden évben, az, hogy szeptember 1-én megnyílik az iskola kapuja, és megpróbálunk hagyományos oktatási rendszerrel indulni. Hogy a későbbiekben mi várható, ezt nem lehet tudni, ez már a kiszámíthatatlan. 2 első osztályt tudunk sajnos csak indítani, szerettünk volna 3-at, mert így 30 fő körüli létszámmal indul mind a 2, meglátjuk, hogy a későbbiekben a létszám hogyan alakul. Mikor lesz a tankönyvosztás? Tankönyvosztás évek óta mindig az első tanítási napon van. A gyermekek üres táskával érkeznek, és teli táskával mennek haza. Az elképzeléseink szerint, hogyha nem lesz esős idő, akkor hagyományos évnyitó kizárólag az első osztályos gyermekek számára lesz, illetve erre a szülők akkor bejöhetnek, ez szabadtéren történik. Az összes többi diáknak a nap zárásaként az utolsó tanítási órában a hangos bemondón keresztül lesz a tanévnyitó ünnepség. Ez az, ami hagyományosnak mondható a tanévkezdésben. Mi az, ami rendhagyó lesz az előző évekhez képest? Nyilván jelentősen befolyásol mindent a COVID. Mindenki készhez kapta az intézkedési tervet. A 2020-21. Tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. Ez egy központi eljárásrend, ez egy protokoll, meg volt a tankerületi igazgatói értekezlet, ahol további pontosításokat kaptunk, és ezután minden intézménynek ki kell dolgozni a saját intézkedési tervét, amit a szülőknek még mi szeretnénk mindenképpen a tanévkezdés előtt eljuttatni, hogy mik azok a protokollok, amiket be kell tartani, mi az, amire nekik szükségük van, hogy figyeljenek, hogy mi az, amit biztosítanak a gyerekük számára, például nálunk majd hozni kell magukkal egy tisztasági csomagot, akár felső tagozaton is, illetve mi hogyan biztosítjuk az épületnek és a tantermeknek, mosdóknak, közösségi helyeknek, az ebédlőnek a fertőtlenítését, a tisztántartását, hogy mikor kell maszkot viselniük a diákoknak, hogy a kellő távolságot be kell tartaniuk, amennyire szükséges, hogy melyek azok a programok, amik a jelen esetben meg lesznek tartva, illetve hogy lesznek megtartva, vagy hogy a testnevelés órákat, ameddig jó idő van, kizárólag a szabadtéren. Hát itt sorolhatnám, ez egy hosszú dolog, sok pontba szedve,
Remélem, hogy ezzel elkerüljük azt, hogy későbbiekben ne kerüljön arra a sor, hogy esetleg az intézményt bezárják és digitális munkarenddel kelljen folytatni. Arra vonatkozóan vannak már aktuális ismereteik, hogy amennyiben akár diák, akár itt dolgozó, akár pedagógus közül valaki esetleg pozitív lesz, akkor mi a teendő? A protokoll az arra vonatkozik, hogy mi van akkor, hogyha gyanúval élünk. Tehát, hogyha mondjuk egy gyerek lázas lesz, vagy felnőtt lázas lesz az intézményben, gyerek esetében elkülöníteni, addig valaki kesztyűben, maszkban vigyáz rá, meg kell mérni a hőfokát, értesíteni a szülőt, értesíteni az iskolaorvost. Az iskolaorvos utána az ő további protokollja szerint eljár, és jelzi oda, ahova ezt nekik a járványügyi központban kell, a szülőnek el kell vinnie innentől fogva a gyerekorvoshoz, tehát innen nekünk, a pedagógusoknak az a dolgunk, hogy a gyereket a közösségből kiemeljük, és addig, amíg a szülő el nem viszi, addig elkülönítve egy helyiségben vigyázzunk rá. Abban az esetben, hogyha a járvány felüti a fejét az intézményben, akkor az NNK ezt felülvizsgálja, és kizárólag az operatív törzs az, aki elrendelheti azt, hogy egy intézményt be kell zárni, és digitális munkarendre kell áttérni, és az operatív törzs az, aki utána dönt arról, hogy mikor állhat vissza az iskola a normál oktatási rendre. Változott-e esetleg a tanári kar a nyár folyamán? Milyen pedagógus állománnyal tudnak nekiállni ennek a tanévnek? Hát sajnos tanárhiányunk változatlanul van. Azt is sajnálattal tudom mondani, hogy négy kollega évvégén végül is hát anyagi okok miatt zömében felállt, és más munka helyett keresett, hát kellett pótolni, valamennyire tudtunk, tehát tulajdonképpen négy új kollega érkezett, körülbelül annyival tudunk gazdálkodni, mint az előző évben, ami nem mondom, hogy annyira rossz, hát természetesen az optimálistól azért messze állunk még mindig. A nyár folyamán voltak-e felújítási munkálatok az intézményben? Sajnos a korábbi évek gyakorlata megszakadt. Idén a járványügyi helyzet miatt se az önkormányzattól, se a tankerülettől nem kaptunk külön pénzt nyári felújításra, karbantartásra. A karbantartóknak szeretném megköszönni, hogy ők önerőből tényleg mindent megtettek az iskola felújításával kapcsolatban. Például az új, illetve a régi bejáratot belül lefestették a régi bejáratnak az ajtaját, és sorolhatnám. Ennyit tellett most önerőből, viszont mindenképpen szeretném megköszönni a képviselőtestületnek, illetve a polgármester úrnak, hogy két tanterem új bútorzatot kapott az önkormányzat jóvoltából. Szeptemberben megkezdődik az új tanév a Vecsősi Zeneiskolában is. Ősztől a szolfés és a hangszeres oktatást egy új kezdeményezés is kiegészíti. Szeptember első hetében kezdődnek a jelentkezések. Először beosztjuk a szolfés csoportokat mind a négy telephelyen, majd pedig ennek tudatában a hangszeres tanárok meghirdetik a szülőknek a jelentkezés időpontjait, és attól kezdve lehet órát beosztani. Milyen hangszeres képzések indulnak? Ebben az évben minden eddigi hangszert ugyanúgy tanítunk, ahogyan eddig. Lesz egy új hangszer, illetve egy új tantárgyunk, de arról majd később külön szeretnék néhány szót mondani. Annyit mondanék, hogy csellóra, harmonikára, énekre és hegedűre mindenképpen még várunk gyerkőcöket, jelentkezőket, és talán el lehet mondani azt, hogy mind a négy telephelyen azért furujára is lehet jönni. Mennyire sikerült megőrizni a gyermekek kedvét a zeneiskola iránt az elmúlt időszakban? Hát az online jelentkezés alapján visszajelentkezett, ha jól tudom, a 250-260 gyerekből 220 online.
de papír alapon, illetve e-mailbe küldve még több ez a szám, csak azt még nem összesítettük. Hát nagyon kényelmes volt, meg nagyon jó volt szerintem ez a fajta jelentkezési mód, hogy akár a telefonról, akár a számítógépről a szülő szépen föl tudta vinni az adatokat, és egy kattintással létrejött a jelentkezés. Tehát én úgy gondolom, hogy ha picikét visszagondolunk a március, április, május, júniusra, nem volt ez annyira rossz, sőt elég izgalmas volt ez az online tanítás. Tehát nem csinyelte meg a tanuló létszám magát az online rendszert, vagy a karantén időszakát. Igen, de ugyanakkor más személyesen tanulni hangszeres oktatásban. Természetesen, ezt mi alig várjuk. Hozzá kell tennem, hogy két tanárunk, Szélpák Krisztina és Vi Krisztina nem is bírta ki, és ez, hogy növendékek nélkül nem bírták ki, ezért júliusban tartottak egy egyhetes ilyen zenei tábort 13 gyereknek, ami nagyon, nagyon jó volt, nagyon kedves esemény volt, a végén egy koncertelt, de hát a többi tanár is szerintem alig várja, hogy rendesen, rendes formában, hagyományosan, személyesen folytatódjon az oktatás. Milyen újdonságokat tartogat a tanév? Hát a legfőbb újdonság az, hogy azt úgy hívják, hogy számítógépes zene. Na most ez egy úgynevezett hiánypótló. A zongoristáknak, amiután elvégezték a szolfézs, letették a szolfézs alapvizsgát, és mondjuk 2 évig jártak zenetörténetre, utána nehezen tudtunk kötelező tárgyat adni. Tehát nekik elsősorban tudnám javasolni, továbbá minden olyan billentyűs, egykori zongorista, vagy jelenlegi zongorista, vagy szintetizátorosnak is tudnám ezt javasolni, aki érdeklődik a számítástechnika és a zene iránt. Szerintem ez így együtt egy korszerű és lassanként megkockáztatom, hogy nélkülözhetetlen tantárgy lesz. És ezt egy fiatal oktató fogja tanítani, akiről csak annyit mondanék el, hogy egykori vecsési zeneiskolás, jelenleg főiskolás, ő fogja tanítani a számítógépes zenét. Erre is lehet már jelentkezni? Erre is lehet már jelentkezni, és ezt a tantárgyat megpróbáljuk olyan formában, hogy kötelező tantárgyként a főtárgy mellett, illetve főtárgyként is tudjuk oktatni. Ennek még kidolgozásra vár a kerete, de én mindent megteszek ennek az érdekében. Ennek a technikai háttere is adott? Technikai háttere adott, igen. Egyelőre a Yamházban, az egyik termünkben 3 ilyen úgymond állomás lesz felszerelve, tehát számítógép hangszóróval és egy billentyűzettel. Más nem kell hozzá. Néhány szoftver, és akkor remélem, hogy útjára tudjuk bocsájtani ezt a tantárgyat, ami egyébként az elektroakusztikus zene tantárgy csoportban ez már évek óta létező, tehát a új nemzeti alaptantervben is benne foglalt tantárgy. Melyek azok a koncertek, fellépések, esetleges vizsgák, amelyeket már tudják, hogy ha addig a rendelkezések nem változnak, akkor meg tudnak tartani? Igen, amiben szeretnénk biztosak lenni, hát akkor én is így mondom, az a Zene Világnapja, ami vagy szeptember 31, vagy október 1 lesz. Szeretnénk természetesen a Bálint Ágnes Kulturális Központban megtartani, és októberben mindenképpen tartanánk egy úgynevezett pillangókoncertet, amit az én terveim szerint a Károly utcában, illetve a Károly utca sarkán, az evangélikus templomban szeretnék megrendezni. Én nagyon bízom benne, hogy meg lehet tartani megfelelő távolságtartással, de hát várjuk a fejleményeket. Augusztus 1-től Vargyasné Bakonyi Ildikó lett a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda vezetője, akit a szakmai programján kívül a gyermekek szeptemberi fogadásáról is kérdeztük. Én már 1992. szeptember 1-e óta dolgozok itt az óvodában, ez az első munkahelyem, immáron már 28 éve. Imádtam mindig is óvónő lenni, de azért vonzottak a vezetői feladatok is, így 2015. januárjától
óvodánk egykori óvodavezetője, Siszlerné Bakatali megbízott az óvodavezető helyettesi státusszal, amit nagyon szívesen elfogadtam. Viszont egy váratlan helyzet miatt, amikor is lebetegedett az óvodavezetőnk, így 2018 novemberétől már megbízott óvodavezetővé váltam. Milyen szakmai programmal vette át a megbízatását? A vezetői programomban teljesen szeretném követni azokat az előírásokat, amik idáig is fontosak voltak, tehát az intézmény arculatának a megtartása, a hagyományápolás, hagyományőrzés. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekek nagyon jól érezik magukat itt az intézményben, a szülők elégedettek legyenek, és mindenképpen törekszek arra is, hogy a kollektíva is nagyon jó hangulatba töltse itt a mindennapjait. Azon kívül fontosnak tartom az intézmények közötti kapcsolattartást, a legfontosabb a törvényeknek a betartására is mindenképpen törekszem. Gyerekzsivajtól hangos most is az udvar. Szeptember 1-től hány gyermek megjelenésére számítanak, illetve hány férőhelyes az óvoda? Óvodánk férőhelye 150 gyermeket tud biztosítani, szeptember 1-től viszont 141 gyermeket várunk sok-sok szeretettel. Milyen speciális előírásoknak kell, hogy megfeleljenek most ebben az időszakban, és várhatóan az elkövetkezendő hónapokban? Hát, mint ahogy hallottuk is, meg tudjuk, kiadták az intézkedési tervet, a protokollt, és nekünk ezt nagyon be kell tartanunk, törekszünk is ennek a megvalósítására. Tennap pontosan ezért tartottunk egy kis értekezletet, hogy megbeszéljük az ottan leírtakat. Hát mindenképpen figyelembe vesszük, hogy a szülők maszkkal érkezzenek az óvodában, illetve az ajtónál elhelyezett kézfertőtlenítőgélt használják. Csak is egészséges gyermekeket fogadhatunk az óvodában. Törekszünk arra, hogy a távolságot megtartsák a szülők a folyosón is, meg törekszünk arra is, hogy ne legyen zsúfoltság a folyosó térben. Illetve megpróbáljuk kiküszöbölni azt, hogy a gyermekek ne legyenek egy közös helyiségben túl sokan. Valamilyen programot meg tudnak tartani előreláthatólag az elkövetkezendő időben, amelyek a szabadtéren zajlanak? Hát az az igazság, hogy a tanapi tervezésünk alapján nagyon sok a kérdőjel, tehát meg szeretnénk tartani azokat a kis programokat, projekteket, amiket idáig is, csak azokat már csoporton belül fogjuk megvalósítani. Tehát sajnos nem nagyon lesz már arra lehetőség, hogy az összes 140-150 gyerek az aulában közösen ünnepeljen bármit is egyelőre. Van esetleg valamilyen kérése a szülők felé? Hát az elsődleges kérésünk mindenképpen, hogy csak is egészséges gyermekeket hozzanak az óvodában. Augusztus 26-án átadták a lakótelepen az új fitness parkot. Az eseményen részt vett többek között Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester és Skribekné Komár Ágnes képviselő. Az új kondipark felavatásán ott voltak a vecsési kézilabda szakosztály tagjai, valamint Simon Tamás amatőr testépítő világbajnok is. Nagyon-nagyon örülök neki, már nagyon vártuk ezt a sportparkot. Én is itt lakom a lakótelepen, nem csak a képviselője vagyok, hanem itt is lakom, és nagyon-nagyon örömmel látom, hogy már használják az emberek, kijönnek, futnak, és a futás után pedig egy ilyen kicsit levezetésként, kicsit erősítésként használják ezt a pályát. Szeretném megköszönni a vagyongazdálkodási osztály munkáját, mert nagyon-nagyon sokat dolgoztak, hogy ez létrejöhessen. Milyen finanszírozásból jöhetett létre ez a szabadtéri kondipark? A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium írt ki egy pályázatot, és ezt a pályázati lehetőséget ragadtuk meg, és tavaly ősszel írtuk alá a szerződést, nyertünk 20 millió forintot ennek a sportparknak a létrehozására egészség sportpark címen. Egyébként az állam finanszírozta teljes mértékben, és a nemzeti sportközpontok voltak, akik kiválasztották a kivitelezőt, ők voltak, akik a bonyolítást is végezték, a közbeszerzést, tehát gyakorlatilag mindent a minisztérium, illetve a minisztérium illetékes szervei intéztek, mi a helyet biztosítottuk. A környezetet fogjuk még jobban rendezni, illetve rendbe tenni. Egyébként pedig minden lehetőséget megragadunk, ami a sportos és egészséges város képébe beleillik, minden olyan beruházást, minden olyan lehetőséget, ez is egy ilyennek mutatkozott, ezért szerettük volna, ha mindenképpen megvalósul. Több helyszínen is pályáztunk, most ezt nyertük meg, de szeretnénk majd a Kisepresben is egy ilyet, szeretnénk a lakóparkban, szeretnénk a Halmi téren, tehát gyakorlatilag ahol csak lehet, szeretnénk ilyet elhelyezni, mert erre nagy igény van. És a mai világban sose lehet tudni, hogy mikor jön jól egy ilyen szabadtéri edzőpark, mert láthatjuk, hogy sok minden bezárt az elmúlt időszakban, de a szabadtéri mozgás lehetőségei akkor is ajánlottak voltak. Egyébként pedig természetes igény a részünkről és a lakosság részéről, mi pedig ezt igyekszünk ezt a természetes igényt kielégíteni és mindenkit hozzá segíteni, hogy
jó és modern körülmények között tudjanak sportolni. Itt a lakótelepen is nem szeretnénk megállni, van további elképzelés, szeretnénk majd még pályázni futókör létesítésére, már többször pályáztunk, egyelőre még itt nem valósult meg, de ezt is szeretnénk megépíteni. Úgyhogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy aki mozogni akar, az kultúrát körülmények között ezt megtehesse. Rendkívüli népszerűségnek örvendenek és nagy kihasználtsággal működnek Magyarországon a szabadtéri fitness eszközök. A saját testsúlyos edzésekről Simon Tamás amatőr testépítő világbajnokot kérdeztük a lakótelepi kondipark átadásán. És nagy öröm számomra azt látni, hogy a sport és az orvosi intézmények a köztereink után a polgármester és a vezetőség a szabadtéri fitnessparkra is ekkora hangsúlyt fektetett, hogy ugye már a Vecsésen a második ilyet adták át és nyitották meg. Ez szerintem a lakosságnak több szempontból is egy nagyon jó opció arra, hogy egészségesen, egészségtudatosan és sportosan tudjanak élni. Mi a tapasztalat, hogy kik használják elsősorban? Én azt mondhatom, hogy aki a egészségtudatosan szeretne élni, és szereti a környezetet, a szabadságot kint, szabadtéren mozogni, akár futni, futballozni, vagy egyéb erősítő szabadtéri gyakorlatokat végezni, annak ez most tökéletes választás és lehetőség. Nincs nyitva tartáshoz kötve, de mégis mi az, amire felhívnád azoknak a figyelmét, akik a szabad ég alatt edzenek? Vannak-e esetleg olyan szempontok, amelyeket érdemes betartani? Hát igazából igen, az egyik legfontosabb opció, hogy ez szabad ég alatt van. Nagyon jó 0-24 órában megközelíthető, tehát nem muszáj nyáron a nagy melegben edzeni, hanem lehet a hűvösebb esti vagy hajnali órákat választani. Ami nagyon fontos szerintem, hogy mindenképp alapos bemelegítéssel álljanak neki ezeknek a mozgásformáknak. Ugye itt azért szabad testsúlyos mozgásról van szó, itt azért alapvetően 50-től akár 100 kiló vagy a fölötti testsúlyjal is rendelkezhetnek nők, férfiak, akik a mozgás és az egészséges életmódot választják. Úgyhogy mindenképp a fokozatosság elvét ajánlom, alapos bemelegítés, nyújtás, gimnasztika, és utána próbálkozzanak ezekkel a speciális szabadtestes gyakorlatokkal, ami, hogyha nincs a környezetükben olyan szakember, akitől tanácsot kérjenek, mert ugye itt azért magunkra vagyunk utalva egy ilyen szabadtéri pályán, én azt ajánlom, hogy a YouTube-on a szabadtestes edzés variációkat nézzék meg, kutassanak kicsit utána az interneten. Milyen külső körülményeket lehet, illetve kell figyelembe venni, például, hogyha hány fok mínuszba, vagy hány fok pluszba megy a hőmérséklet? Hát igazából, hogyha alaposan felkészül az ember akár egy hidegebb téli időszakban, réteges öltözködéssel és alapos bemelegítéssel, akkor igazából baj nem történhet. A nyári időszakban meg azt mondanám, hogy a tűzőnapon figyeljenek arra, hogy ne hűljenek túl, figyeljenek a pulzusokra, akár ma már vannak nagyon jó árban elérhető polárórák, pulzusmérő órák, és fokozatosan a folyadékot vigyék be, figyeljenek arra, hogy hidratáljanak, és úgy edzenek akár egy nyári melegben. Azért a szabad testsúlyos gyakorlatok kivitelezhetők itt nagy részben, és nem mindenki bírja el azért az elején a saját testsúlyát. Nagyon jó felvezetés az, ha valaki előtt eljár uszodában teniszezni, vagy akár hozzánk a fitness terembe itt Vecsésen, fölkészítjük az alapokra, megtanítjuk a helyes testtartás, helyes kivitelezést, és utána választhatja a szabadságot, akár az időtartamot tekintve, az időbeosztást, vagy az, hogy ugye ezt a szabad ég alatt végezheti, utána már önállóan is tudja ezt végezni itt a pályán. Erre az évre lezárult a polgármesteri hivatal kedvezményes faültetési akciója, mivel a lakosság által igényelhető limitált darabszámú díszfákra a meghirdetett határidő előtt meglett a kellő számú jelentkező. A részleteket a Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismerteti. Hát ugye augusztus 10-ével lehetett jelentkezni a lakóknak igényelni a fákat. Ez 30-áig tartott volna, de 24-ével le lett zárva az akció, mert egyszerűen betelt a keret. Ez egyik oldalról szomorú, mert elfogyott rá pénz, hogy így mondjam. Másik oldalról viszont nagyon jó, hogy ennyien jelentkeztek, és ilyen gyorsan betelt a keret, hiszen ez azt mutatja, hogy a lakók nagyon szeretnék a környezetüket szebbé és ápoltabbá tenni. Egy lakó maximum hány fát igényelhetett, illetve mi volt a kínálat? Egy lakos 6 fát tudott maximálisan igényelni az ingatlanja elé. A kínálatban főleg a gömbfáink maradtak meg, abból adódóan, hogy az utcáknak a pókhálózottsága, hogy így mondjam, a vezetékek, elektromos vezetékek, illetve szolgáltatók által kihúzott kábelek miatt nem tudunk igazán nagy fákat beültetni az utcákra, valamint az utcák is elég szűkösek ahhoz, hogy nagyon nagy fákra gondoljunk ezekben az esetekben. Itt a gömbfákon belül megemlíteném a
gömbjuhart, gömbkörist, gömbakácot, gömbszivart, ezen kívül cseppleszmegy, illetve termés nélküli vérszívát lehetett igényelni. Mikor kapják meg a fát az igénylők? Várhatóan november elején, első héten lesz a fának a fáknak a kiosztása, és ugyanebben az időben az önkormányzat is ültet plusz fákat azokon a területeken, amelyeket az önkormányzat kezel. Szokták esetleg ellenőrizni évek múltával az előző években kiültetett fákat? Természetesen minden évben ellenőrzés alá kerül az összes kiosztott fa, hogy az a következő évben kihajtott-e, illetve azok a lakók, akik esetleg nem úgy kezelik a fát, és emiatt mondjuk kiszárad az év folyamán, ezeknek a lakóknak azért szoktak szólni a hivatal dolgozói, hogy kicsit jobban figyeljenek erre. Általában ilyenkor nem csak a lakosság számára biztosítanak fákat, hanem a város több területén is fásítanak. Lehet-e ilyenre számítani mostanában? Igen, most is lesz ősszel. A lakótelep lesz a legnagyobb fával beültetendő terület. Az új, holnap átadandó sportkomplexum körül, illetve a játszótér körül lesznek új fák beültetve az ősz folyamán. Ugyanakkor itt kivágásra is kerülnek olyan fák, amelyek nem odaillő, illetve beteg fák, vagy egyáltalán probléma van velük. Fák lombozatának felfrissítésére láthatunk több példát is Vecsésen, többek között az Erzsébet téren is. Hol zajlott még ilyen munkálat? Az év folyamán, ugye évelején az epressel kezdtünk, és most a múlt hét folyamán történt az Erzsébet téren a templom körül 8 platán és 13 hársfának a faápolók által történő ápolása. Itt semmi más nem történt, azokat az ágakat, veszélyes ágakat, amelyek el voltak száradva, leszették, amik az épületet, tehát konkrétan a templomot zavarta úgy szintén, illetve megnézték statikailag a fákat, és ahhoz, hogy biztonságosan álljanak a fák, illetve állják a viharokat, ahhoz mérten úgy szintén egy pár ágtól megszabadították súlytól a fákat, így téve őket biztonságosabbá. A fák gondozásán túl a Környezetvédelmi Bizottság olykor foglalkozik ugye a madarakkal, denevérek mentésével is. Van-e ilyen mostanában kilátásban? A madártanösvény, ami tavaly készült, annak van most egy bővítésre váró szakasza, ugyanis fecske lakótelepet szeretnénk létrehozni a horgásztó környékén, és ehhez jelen pillanatban is folyamatban vannak a beszerzéssel kapcsolatos munkálatok. Esemény dús volt a nyár a Balla Péter népdalkör és citera zenekar számára. Terveik szerint az ősz sem telik el majd fellépés nélkül. Mi, ahogy lehetett, június 23-án elkezdtük újból a próba folyamatot, tehát keddenként ugye mindig találkozunk. Nagyjából a létszámnak a 90%-a az tudott is jönni rögtön, úgyhogy elkezdtük a próbánkat. Mivel, hogy igen, augusztus 20-ára minden évben meghívást kapunk az önkormányzattól, így idén is, de ezt megelőzően augusztus 8-án és 9-én felvidéken voltunk zoborai magyarok, magyar barátaink meghívására Pogrányban. Ez egy zoborai kisfalu, 1100 fő lakosú, körülbelül fele magyar, fele szlovák, és ott van egy nagyon jól működő egyesület, egy hagyományozó egyesület, a Pogrányi Nagyharang, aminek a vezetője Tóth Borika. Most ki is tüntették egyébként kétszer is egymás után. Ő fogja össze ott a hagyományozók munkáját, van egy viselet készítő és hímző körük is. Ők évek óta már jönnek hozzánk a Folklore Fesztiválra, és mi is megyünk hozzájuk. Tehát 3 éves ez a kapcsolat, és most 945 éves volt Pográny, tehát az első írásos említése 945 évvel ezelőttről való, tehát egy igen régi településről beszélünk, és ott volt egy ilyen generációk találkozása, és egy 945 éves falunap összekapcsolva. Tehát egy ilyen nagy rendezvény, nem csak a falura nézvést, hanem az egész felvidéki magyarságra tekintve. Utána pedig Vecsésen is feléptek az augusztus 20-i ünnepségen.
Igen, igen. Hát augusztus 20-án hagyományosan mindig felkérést kapunk. Idén most már első alkalommal dr. Papedit művészeti vezetőnk által összeállított vasi szerelmes csokorral tudtunk fellépni. Hát tehát a próbákat, a próbafolyamatot és a tanulást nehezítette a vírus miatti 3 hónapos kiesés, 3,5 hónapos kiesés, úgyhogy egy kicsit nehéz volt, de igyekeztünk a maximumot kihozni, úgyhogy még persze ennek ülepedni kell, de már azért megpróbáltuk és színpadra állítottuk, úgyhogy ugyanezt egyébként többek közt előadtuk Zoboralján is, de ott volt még másik 3 dalcsokor, egy világháborús dalcsokor, amiben a fiúk vettek részt csak, tehát abban kizárólag ők. Volt még egy lakodalmas csokrunk és a Balla Péter összeállításunk, amit azért természetesen a névadónkról elnevezett csokrot mindig el szoktuk énekelni. Főleg így, ha külhoni magyaroknál fordulunk elő, akkor az mindenképp. Ott megismerkedtünk egyébként egy újabb csoporttal, újabb hagyományozó csoporttal, Lédecről, úgyhogy velük is felvettük a kapcsolatot. Elképzelhető, hogy a Folklor Fesztiválra már ők is eljönnek majd. Milyen fellépéseket, programokat tartogat még az ősz az önök számára? Igen, hát most augusztusban ez a 20-ai ünnepség után egy pici szünetet tartunk, de aztán bele csapunk újból a próba folyamatba. Már akarunk tartani szeptember 5-én egy egynapos tábort, amiben kicsit többet tudunk gyakorolni és tanulni. És október 17-én lesz a következő nagy megmozdulásunk, ami most már a 4. Szomszédolás Nemzetközi Folklor Fesztivál is. Reméljük kiállítás is lesz, ezt még nem tudom biztosan, de az biztos, hogy a fesztivál, ha a vírus nem szól közbe, akkor megrendezésre kerül a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Honnan várnak majd vendégeket, ha megrendezésre kerül, ugye sajnos ezt mindig hozzá kell most tennünk. Igen, igen, tehát a felvidéki barátainkat is szokás szerint meghívtuk, nem csak Pogrányból, hanem érkeznek a környező falvakból, Kolonról, Nyitracsehiből, ahonnan éppen összetudják verbubálni, körülbelül egy 50 fős busznyi embert, ami 4-5 településről szokott összetevődni, most országmondom lédeciek is jönni fognak velük, tehát ők lesznek a legnagyobb falat, hogy úgy mondjam. Azon kívül pedig az itteni kínai kolóniából is várunk vendégeket ismét. Természetesen meghívjuk a környező nemzetiségeket, Vecsésről is várunk nemzetiségi csoportot, tánc és énekcsoportot is, mert ugye a Folklor Fesztiválban nem fesztivál keretén nem csak énekelünk, hanem hangszeres zene is, néptánc is, illetve hát még bármi más, ami hagyományőrző előfordulhat. A felsorolásból kiderül, hogy őrzik még a kínai kapcsolatokat. Aki esetleg nem emlékezne rá, akkor egy pár mondatban kérem elevenítse fel, hogy milyen múltra tekint vissza ez a kapcsolat. Igen, hát 2 évvel ezelőtt, ugye évelején tárgyalásokat kezdett a Bálint Ágnes Kulturális Központ a Kínai Magyar Kulturális Egyesülettel, aminek eredményeként az egyik kínai holdújév ünnepít került megrendezésre a Bálint Ágnes Kulturális Központban, és amin mi is bemutatkoztunk, és a nagykövet úr, illetve egy kulturális szakember ajánlására aztán kaptunk egy meghívást 2018. augusztusában, Csinnan városba, ahol egy nemzetközi kórus fesztiválon vettünk részt nagy sikerrel, és életünk egyik legnagyobb élménye azóta is. Reméljük, hogy még lesz rá alkalom, de hát most ugye megint visszatérünk a vírusra, hogy ez most nem kedvez az utazásoknak, úgyhogy egy pár évig most biztos nem, de hát ha majd rendeződik, és még egyszer el tudunk látogatni ebbe a távoli, nagyon szép és nagyon, nagyon kedves emberekkel körül, tehát nagyon kedvesek voltak, odaadóak, és szeretetteljesek velünk, úgyhogy igazán szívesen visszamennék, még ha lehet. Az interjúk egy részénél mindig hangsúlyozza, hogy újabb és újabb tagokat várnak. Ez most is így van esetleg, vagy pedig megfelelő jelenleg a taglétszám? Hát természetesen mindig várunk új tagokat. Most idén, hála Istennek, azért van 1-2 újabb tagunk. Férfiból is sikerült egy tagot. Még a Folklor Fesztiválon látott bennünket Koska Gyuri tagunk, aki nagyon aktív és a Cidra zenekarban és a népdalkörben is énekel, és ezen kívül pedig egyébként a kinti felvidéki műsorunkat még
megfejelte egy zászlós tánccal is, úgyhogy ő nagyon sokoldalú, és örülünk neki, hogy velünk van, de fiatalabb hölgyek is beálltak, illetve visszatért a kismamánk is, aki hát amikor éppen nem építkezik, akkor tud jönni a próbára és a fellépésekre is, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan lesznek még újabbak, de várjuk természetesen, hát főleg a fiatalabb generációból, és főleg a férfiakat, de bárkit szívesen látunk, aki szeret énekelni és tud is. Szeptember 5-én a Vecsési Evangélikus Gyülekezet is csatlakozik a Nyitott Templomok Éjszakája elnevezésű kezdeményezéshez. A gyülekezet emellett készül már a tanévnyitó Isten tiszteletre is. A Nyitott Templomok Éjszakája először is hadd mondjam el, hogy ez egy országos rendezvény. Abban különbözünk egy kicsit ebben az évben az országos rendezvénytől, hogy egy héttel előbbre hoztuk, tehát szeptember 5-én van itt a Vecsési Evangélikus Templomban, és este 5-től 7-ig, tehát nem egy egész éjszakás programot adunk, de zenei programot adunk, ahol többen jönnek is hozzánk, meg hát mi magunk is szolgálunk ezen az alkalmon. Az egyik fontos énekegyüttesünk az a Cantus Corvinus énekegyüttes, aki a vokális zenének ma is neves képviselője, régi formális énekegyüttes ez, Klembala Géza vezeti, és ezen kívül jön hozzánk Várai Rita, aki zongoraművész, és ez ő férje, Pintér Dávid, hegedűművész, ők Vácról érkeznek, laktak itt Vecsésen, úgyhogy mi közösségünk tagjai is voltak. A komoly zenében még képviselő ifja Bendrefi Attila, aki orgonaművész. Ezen kívül megszólal a könnyű zene is, egyrészt Szucsák Tamás és Antal Gergő gitárduója, énekduója, és a Vecsernye kórus, Vecsernye Gászpel kórusnak az éneke. Mi nagy örömmel készülünk erre az alkalomra. Szeretettel várunk rá mindenkit. Éppen arról szól a Nyitott Templomoknak az éjszakája, hogy olyan emberek is betérjenek a templomba, akik nem szoktak Isten tiszteletre járni, és egy kicsit, mint hogyha távol állna tőlük ez a stílus, hogy Isten tisztelet. Ezért van ez az alkalom, és szeretettel várjuk tényleg a városnak minden lakóját, vagy hát a városon kívül is bárkit erre az alkalomra. Nem csak azonban a Nyitott Templomok éjszakájára készülnek szeptember 5-én, hanem már természetesen a tanévnyitóra is. Mivel? Szeptember 13-án van a tanévnyitó istentiszteletünk. Most már hagyomány, hogy mindig gitáros istentisztelet ez. Ez azt jelenti, hogy minden hónap második vasárnapján kimondottan gitárral kísérjük az énekeket, tehát könnyű zenei istentisztelet. Ezen az istentiszteleten az az érdekessége, hogy az egyik napközis táborra megtanultunk egy darabot, a Bibliából vett darabot, mármint hogy az alapján írtuk, talán sokak által ismert Jónás proféta története, hiszen nem csak a Bibliában van benne, hanem a Bics Mihály is feldolgozta verses formában Jónás történetét. Így dolgoztuk mi fel színpadra a gyerekekkel, nagyon humoros jelenetek vannak benne, például ahogyan megpróbáltuk ábrázolni azt, hogy a cethal hogyan köpi ki Jónást, még a gyerekek is nagy derültséggel játsszák ezt a jelenetet. Kiket várnak majd az előadásra? Hát szeretettel várunk mindenkit, de természetesen ez elsősorban tanévnyitó istentisztelet, tehát a gyerekeket és a szüleiket, és így készülünk arra, hogy nagy reménységünk szerint valóban iskolába fogunk járni, és ott tartjuk a hittanórákat, illetve mivel nálunk szűkösek az emberi keretek, mármint ahogy szokták ezt mondani, a humán erőforrás a hittan tanításban, ezért leginkább arra biztatnánk a gyerekeket, hogy csütörtökön délutánonként járjanak ide a gyülekezetbe, a gyülekezeti terembe, illetve a templomba hittanórára. Szeretettel várunk mindenkit. Viszont ha már beszéltünk a templomról, akkor említsük meg azt is, hogy tudtak-e haladni idén ilyen körülmények között a templom felújításával? Hát az évben még nem tudtunk haladni, de ennek az évnek a projektje a toronynak a megmagasítása, illetve megújítása, amire pályázati pénzünk van, és a pályázat határideje is azt írja elő, hogy ebben az évben teljesítsük ezt a feladatot. Mikor folytatódnak a munkálatok? Én ezt teljesen pontosan nem tudom, de már kiírtuk, és meg is van, aki a pályázatot megnyerte, és aki a kivitelezője ennek a projektnek. Említsük meg azért, hogy miben változik majd a torony? Hát magasabb lesz,
szebb lesz, egy faszerkezetet kap. És ezzel le is zárul majd a templom felújítása? Hát biztos vannak kisebb munkálatok még a kert körül, de azt reméljük, hogy igen, és azt is reméljük, hogy 2021-ben egy gyönyörű szép ünnepségbe köszönhetjük meg Istennek azt, hogy a templomunk így kibővült és megújult. Egy-egyes döntetlennel zárult a Vecsési Futballklub szombati mérkőzése a Pilis csapata ellen. A mérkőzés vége előtt pár perccel még a VFC-nél volt az előny. Múlt héten szombaton elindult a 2020-21-es őszi megyei bajnokság. A mérkőzést a egyik mumbus csapatunkkal játszottuk itt a hazai pályán, a Pilis volt. Hát a Pilis egy olyan csapat, aki nekünk igazából tényleg mondta, hogy mumbus csapat. Hát sajnálatos módon odaadtunk neki 2 pontot. A 96. 8. percben kaptuk az egyenlítő gólt. Én úgy gondolom, hogy egy BL döntőben is csak 4 percet hosszabbít a bíró, nem pedig 8-9-et, de ezt nem akarom nagyon megmagyarázni. Rosszul esett, rossz volt, kellemetlen volt, nem örültünk neki. A csapatunk az szerintem jobb volt, mint a Pilis. Egységesebbek voltunk. De hát sajnos ez van, lemondtuk a tanulságokat, és hát készülünk a következő bajnoki mérkőzésre, ami ugye nem itthon lesz, hanem Maglódon, jövő héten vasárnap est, délután 5 órakor. Milyen tanulságokat mondtak le belőle? Hát a lehető edző, ugye felvették videóra a mérkőzést, minden egyes mérkőzést felveszünk videóra, és kielemzik utána a játékosokkal, kielemzi a lehető edző, átbeszélik, hogy hol hibáztunk, hol lehetne javítani. Igazából ennyi a dolog lényege. Ez egy nagyon jó dolog szerintem, hogy utólag ezek fel vannak véve, és minden esetben lehetőlük tanulni, hogy jövőben esetleg hogyan lehet javítani, vagy hibákat kiküszöbölni. Összeállt a csapat? Hát a felkészülés ugye nyáron elindult. Azt tudni kell, hogy 4 hónap kiesés volt a labdarúgásban. Nagyon vártuk már azért, hogy elinduljon a bajnokság. Szerintem, igazából őszintén leszek, akkor azt mondom, hogy nem álltunk még össze. Ez a 4 hónap kiesés a játékosoknál, ugye ők nem profi játékosok, azért amatőrök, dolgoznak mellette, és mindenki próbált megélni a vírus ideje alatt, és hát nem nagyon törődtek saját magukkal, edzésre gondolok igazából. Tehát fizikai állapotunk az még azért nem tökéletes. Én úgy gondolom, hogy a 70. percig tartjuk magunkat, és utána kezdünk elfogyni. Hát és sajnálatos módon azért a felkészülési mérkőzéseknél és a kupa mérkőzéseknél is történtek sérülések. Ez egy megszokott dolog is a VFC-nél, nem tudom, hogy ez honnan jön, vagy ez miért kapjuk mi ezt. Egy kupa meccsünkön 1 percen belül a 2 legjobb csatárunk megsérült. Az egyiknek az több hetes kiesés, a másik az pedig most hétvégén is gyógyszerrel mellett tudott játszani, mert még fájtak neki a lába, ide összekapta magát, és ő egy kőből van vasember, tehát innentől kezdve oda tette magát, ő is lőtt a gólunkat a Pilis ellen, a Tárkányi Gergő. Tehát a csapat úgy gondolom, hogy nem állt még össze, tehát egységesek vagyunk, csak fizikai állapotunk még nem az igazi, és hát sajnos a sérülések is sújtanak bennünket. Minden technikai feltétel adott a felkészüléshez? Igen, azzal rendben vagyunk szerintem abszolút, tehát technikai feltételeken nincsen gond. Hál' Istennek a vezetőedzőnk is nagyon jól, szakmailag nagyon jól tartja a csapatot egyben, mind emberileg, mind pedig szakmailag. Rengeteg olyan dolgot gyakorolnak edzésen, amit elvárna a pályáni mérkőzés alatt. Éppen most beszélgettem a Gáborral, hogy nagyon tetszett a munkhéten is, hogy gyakorolták a pontrugásokat, a szögleteket, a leadásokat, a támadási dolgokat. Előbb-utóbb be fog ez érni, úgy gondolom. Tehát ugye a gyakorlást teszi a mestert. Biztos vagyok benne, hogy ha sokat gyakorolják a fiúk, és meg lesz a megfelelő állóképesség, akkor szerintem ennek a gyümölcse is meg lesz. Szerintem kell még egy pár mérkőzés. Most ugye elindult a bajnokság, amíg teljes mértékben utolérjük magunkat. De én úgy gondolom, hogy ezt más megyei csapat is sújt ez a dolog azért, nem csak minket. Most, mint a sportbizottság elnökét kérdezem, hogy milyen sporttal kapcsolatos beruházások voltak az elmúlt hetek, hónapok folyamán? Hát ugye beszéltem már egy hónapja ugye a TAO támogatásról által megvalósult beruházásokról. Most sok újat nem tudok mondani ezzel kapcsolatosan. Elkészült kint a Sándor tanyán az élőfüves pálya. Elszámoltam az MLS fele teljes mértékben ezzel a beruházással. Amit beadtuk módosítást a parkolóra és a belső útépítésre, arra még nem jött visszaválasz. Ott is gondolom nyár van és szabadságok vannak.
azért előbb-utóbb most már rájuk fog telefonálni, hogy valamit mondjanak. Jó lenne, hogyha visszajönne és elengednék a beruházást, akkor tudunk tovább lépni a Sándor tanyám. Itt a pályán elindult a TAO támogatás által a korlátlanok a festése. Azt lehet is látni, hogy most is szerintem dolgozik a háttérben egy fiatal srác. Ez hamarosan be fog fejeződni. És hát a héten kerül átadásra, nagy örömünkre az egyik megnyert ilyen pályázat, ahol Kondi Parkot sikerült megnyernünk. Ez a lakótelepi játszótéren fog héten lesz átadva. Remélem, hogy mindenki örülni fog neki, és sokan fogják használni. Szeptember 3-a és 6-a között rendezik meg a Dobrovic Lovasfarmon a fogadhajtó Vecséskupát. 5 év kihagyás után folytatódik ez a nemzetközi verseny Vecsésen. Vecséskupa jövő héten fog megrendezésre kerülni, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. És hát a teljes magyar mezőny itt lesz, ugye ez a magyar bajnokság is lesz. Lesznek külföldi hajtók Ausztriából is, Csehországból, még 3-4 országból, most pontosan nem tudom megmondani. És hát egy olyan mezőny jött össze, ami már nagyon régen volt Magyarországon, 87 induló lesz. Úgyhogy ez egy kimagasló nevezés. Úgy gondolom, hogy ez több is lett volna, ha ugye nincs ez a Covid-járvány. Ezért több ország van, ahonnan így nem jöttek el, inkább ott az ő általuk közelbe megrendezendő versenyeket vették célba. És hát azt hiszem, hogy ez azért nekünk egy nagy dolog, hogy egy ekkora mezőny jön össze, mert meg kell feleljünk ennek a kihívásnak. Ugye valószínűleg azért jönnek ennyien, mert szerették ezt a vecsési versenyt, és most, hogy újra úgymond életre keltettük, ez most egy nagy versenyzési kedvet csinált az emberek között. Mi megpróbálunk mindig úgy versenyt rendezni, hogy a versenyzőkért legyen a verseny többnyire. Kimondottan figyelünk minden körülményre, ami a versenyzőket övezi, valamint ugye a versenyzők díjazására, hogy az tényleg olyan legyen a verseny, hogy innen mindenki jó szájízzel menje haza, és ne azt mondja, hogy na, ez egy nagy lehúzó verseny volt, hanem tényleg egy olyan verseny legyen, ahol jól érzi magát mindenki, meg legyenek azok a melegítő pályák, ahol fel lehet készülni rendesen a díjhajtásra, a díjhajtó négyszögben ne legyenek zavaró körülmények, hanem tényleg a ló is a hajtó legyen benne a négyszögben a lényeg, ne pedig az, hogy körülötte éppen jól érzik-e magukat az emberek. Én azt hiszem, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez így teljesüljön. Szerencsére van egy nagyon jó kis csapatom. Újra ki kell emeljen Béres Ferencet, aki ennek az élén áll, és ő nélkül azt hiszem, hogy kár is lett volna elkezdeni ezt az egészet. Tudnélik, ő az, aki mozgatja a szálakat folyamatosan, hogy ezek az akadályok és ez a pálya úgy megszépüljön és megújuljon, ahogy annak meg kell lenni. Természetesen a többieknek is nagyon köszönöm, akik segítettek, nagyon sok vecsési barátom segít, de azért ki kellett emeljem Feri bácsit, ezt mindenki tudja, ők is tudják, hogy ő az, aki igazából éjjel-nappal szinte itt áldozza föl az idejét. Azt hiszem, hogy minden teljesülni fog, tehát lesz új akadály, ugye a Takarékbank az egyik szponzorunk, és hát a Takarékbanknak a logóját megépítjük akadálygyanánt, úgy is lesz lefestve, úgy is lesz megépítve, mint ahogy a logója van. Ugye a csapatunk tagja, Vecsésesének a sportolója, Vida József, a Takarékbank elnök vezérigazgatója, ugye egy csapatban is leszünk itt Vecsésen, ugye, mivel magyar bajnokság, ezért csapatbajnokság is lesz. Ott a fiam, a Vida Józsi és én leszünk négyes fogadban egy csapat. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ott is fel tudjuk tenni az íra a pontot, és azt is meg tudjuk nyerni. Hatalmas a terület itt a Dobrovic Lovasfarmon. Milyen előkészítő munkálatokra van szükség, hiszen most kedd van, bő egy hét múlva itt versenyt rendeznek számos ember részvételével és számos ló érkezésére számítva. Hát igen, mint az előbb elmondtam, nagyon sok barátom, sőt nem csak vecsési, hanem egyéb, tehát Nógrád megyéből, Szabolcs megyéből több barátom is van, ki a munkájával jön segíteni, ki mondjuk majd az ételnél fog besegíteni. Mindenki, amiben tud segít, és ez egy nagyon jó dolog, hogy össze tudtunk hozni egy ilyen csapatot, akik a háttérből tudnak segíteni. Azt hiszem, hogy most egy hét alatt még nagyon sok mindent kell csináljunk, de bízom benne, és hát ismerem az ismerőseimet, és hát a mi
munkabírásunkat. Biztos vagyok benne, hogy ezt végre is tudjuk hajtani. Czertmayer Józsi fog felelni azért, hogy mindenki tudjon hideg italokat inni, úgyhogy azt hiszem, hogy végre tudjuk hajtani ezt a feladatot, hogy itt egy olyan verseny legyen, ahol ha kijön valaki, az jól fogja magát érezni, úgy a látványosság szempontjából, mint egyébként. Bele kellett-e tervezniük az előkészületekbe, illetve a vendégek fogadásába a Covid előírásoknak megfelelő szempontokat? Természetesen ezt be kellett tervezni, és hát bízunk benne, hogy erre mindenki oda fog figyelni. Én azt hiszem, hogy aki kilátogat ide, az pontosan tudja, hogy miért teszi, és majd fog magára vigyázni. Tegyünk azért arról is említést, hogy ismét egy győzelemmel bővült az ön érempalettája. Mi volt ez a legutóbbi verseny? A legutóbb Kisbérrászáron volt a magyar hajtóderbi, és azt sikerült megnyernem. Ugye a fiam lett a második. Már ugye az előző verseny után nyilatkoztam, hogy nem tökéletes a fogat, a maratonon voltak problémáink, viszont arra a pozícióra most betettem egy másik lovat, és ezzel úgy érzem, hogy meg is oldottuk ezt a problémát. Kisbéren fantasztikusan ment a fogat, mind a három versenyszámban nyertük a díjhajtást, a maratont, akadályhajtásban hibátlan, tehát ettől jobban már nem kell menni. Összeállt most már a csapat, ami a lovakat illeti? Igen, én úgy gondolom, hogy most az én csapatom az teljesen összeállt. Még van egy fiatal lovam maratonra a háttérben, csak neki volt egy sérülése, amiből majd fel kell épüljön. A fiam, ugye azt nem is mondtam, itt Vecsésen ugye Jocsi, ez kettessel is indul, nem csak négyessel. Jövőre ugye kettes világbajnokság, négyes Európa-bajnokság Pesten, és hát mindenképpen úgy szeretnénk készülni, hogy ugye én csak négyessel, Jocsi négyessel az EB-re, és kettessel pedig a VB-re. Ez egy nagyon nagy kihívás, mert ugye külön fogatot kell összeállítsunk ahhoz, hogy igazán jól tudjon felkészülni, tehát a kettes fogat külön lovakból fog állni. Most itt még Vecsésen a négyes fogata az még nem teljesen az lesz, mint jövőre, mert vannak még olyan fiatalabb lovaink, amivel még itt nem tud versenyezni, de már jövőre fog tudni velük. Úgyhogy én bízom benne, hogy kettesbe különösen nagyon jó teljesítményt fog elérni, és hát négyesbe pedig természetesen tudja hozni azt, hogy ott tudjunk lenni a dobogon. Itt még azért megjegyezném, hogy a Vecsési önkormányzatnak nagyon köszönjük a segítséget. Ugye a nehéz helyzetben is folyamatosan segítenek bennünket, ami úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog, és megpróbálunk megfelelni ennek a úgymond segítségnek, hogy vissza tudjuk adni a közönség és a nézők felé azt, hogy lássák, hogy mire töltöttük. Eredményekben kérik vissza. Természetesen az eredményeinkben is, és hát magába a verseny megrendezésébe. Tehát azért úgy gondolom, hogy meg fogjuk tudni úgy rendezni ezt a versenyt, hogy erre emlékezni fog mindenki. Köszönöm figyelmüket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának augusztus 28-ai adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva pénteken este 6 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!